Marco Rossi neve az elmúlt évek során egybefort a magyar labdarúgó válogatottal. Az olasz mester 2018 óta vezeti a nemzeti csapatunkat, de már több mint 11 éve él Magyarországon, mivel korábban a Budapest Honvéd csapatát irányította. A szakember híres edzői kvalitásairól, humoráról és szenvedélyéről a sport iránt. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy van egy különös babonája, amit már hosszú évek óta követ. Illetve minden válogatott mérkőzés előtt elvégez egy kisebb fajta rituálét. Na de lássuk pontosan, miről is van szó. Marco Rossi eredményei a magyar válogatott élén magukért beszélnek. Nem véletlen, hogy már most beírta magát a magyar labdarúgás történelmébe, és már most az egyike a legsikeresebb edzőknek nemzeti csapatunk élén. Természetesen mi is tudjuk, hogy ezeknek az eredményeknek főként szakmai okai vannak, és még véletlenül sem akarjuk ezt kétségbe vonni, viszont az olasz szakembernek kialakult az évek során egy kisebb rituáléja, amit mérkőzések előtt sosem hagy ki, mivel ez is hozzájárul ahhoz, hogy 100%-osan tudjon koncentrálni egy mérkőzésre. Naponta 4-5 csészével fogyasztok kávét. Ez kb. 15 éves korom óta így van. Eleinte a meccseim előtt azért ittam, hogy gyorsabb legyek a pályán. Most viszont már ez átalakult azzá, hogy a játékot inkább a csapatomra bízom. A kávézásról viszont nem mondtam le. Amíg nem vonulunk ki a pályára, 2-3 csészével is megiszok az öltözőben. Nekem ez segít koncentrálni és felkészülni fejben is az előttünk álló feladatra. Mondhatni, nekem ez a titkos rituálém. Olaszként talán az nem is olyan meglepő, hogy imádja a kávét. Viszont az annál inkább, hogy Rossi ezt a szokását mindig szigorúan betartja. Lehet bármekkora téttel rendelkező mérkőzés, a szakember nagyjából 2 órával a kezdő sípszó előtt bemegy az öltözőbe, ahol elfogyaszt maximum 3 csészét a kedvenc expresszójából, vagy a magyarokrémes kávéból, ami pedig a szülővárosának specialitása. Mindkét fajtát természetesen cukor nélkül. Habár Marco Rossi nem tartja magát túlzottan babonásnak, hanem inkább a kemény kitartó munkában hisz, azért neki is akad egy dolog, aminek kicsit szentimentálisabb jelentést tulajdonít. A szemfülesek megfigyelhették, hogy a szövetségi kapitány jobb csuklóján rengeteg karkötő van. A jobb kezemen hordom a 9 karkötőt, és különböző okokból viselem mindegyiket. Sosem veszem le őket, kivéve a reptereken a fémdetektorok miatt. Nem vagyok babonás, Istenben hiszek, de vannak hagyományok, amelyeket követek a mindennapokban. Mindegyik karperec más is mást jelent az ő számára. A legrégebbit például már 25 éve büszkén viseli, ezen felesége és az ő saját neve szerepel. Egyébként 2020 óta plusz 1 karkötővel bővült a lista. Ugyanis az EB után a magyar válogatott stábja lepte meg Rossit egy ezüst karkötővel, melybe a Ria-Ria Hungária feliratot gravírozták. Az olasz edző tehát annak ellenére, hogy nem igazán hisz a babonákban, azért rendelkezik pár megszokással, rituáléval, amit már jó pár éve be is tart. Lehet, hogy a hagyományok miatt, vagy csupán Marco Rossi zsenialitása miatt, de az megkérdőjelezhetetlen, hogy a magyar labdarúgó válogatott az ő regnálása alatt sikert sikerre halmoz és folyamatosan fejlődik. Szerintetek Marco Rossival kiút a magyar válogatott a következő EB-re? Vagy van esélyünk akár a következő VB-re is kijutni? A válaszaitokat írjátok le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!